A női Jetszó Liga negyedik fordulójában járunk, itt a labdarúgó NB1-ben. A zöldmezes győriek, akik eddig 100%-osak a bajnokságban, három mérkőzésből hármat nyertek, az MTK csapatát fogadják, akiket fehér mezben, kék csíkkal láthatunk itt a pályán. Sikerült talán felszabadítani, de Palkovics megszerzi a labdát, és egy nagyon szép labdát ível oda a védők mögé, Szabó át is veszi, ellövi, gól! Vezet az MTK, Szabó Zsuzsanna lépett ki a védők közül, és sikerült is elgurítani a labdát ott a kapus alatt. Ezzel tehát 1-0-ra vezet az MTK. Aztán újra jöhet az MTK. Egy újabb hosszúra előreívelt labda, Nagy Lila el tudja lőni a kapus mellett, de pár centit téved. Aztán közben már jöhetnek a győriek, Dikanova. Egy nagyon szép középre tett labda, Öreg veszi át a labdát, Öreg ellövi, és Varga véd hatalmasat. Aztán Öregtől, Dikanováig jut a labda, és a hosszú alsó sarok felől Varga Luca védett egy nagyot. Második félidő, 10. perce, Pinci Anita íveli be. Van egy érkező, és ott a gól. 2-0-ra vezet az MTK. Az előre húzódó Nagy Lilla, illetve nem előre húzódott, hanem nagyon jól helyezkedő Nagy Lilla, hiszen ő a csatársorban játszik, megduplázza az előnyt. Több ilyen szituációnk volt edzésen, meg több ilyen gyakorlat, és ezt gyakoroltuk végig. Volt 2 hetünk felkészülni erre a mérkőzésre, és szerintem ezt sikeresen megoldottuk. Samu rúgja fel a labdát. És ebből Nagy lódulhat meg. El is rúgja a kapus mellett, és nem megy be. Öreg lódulhat meg, Öreg. Ez szinte zicser, és a kapu közepébe lövi a labdát. Dénes utol is éri a labdát, és sikerül megkerülni a védőjét. Ott Nagyot, aztán lendületből megy tovább, és megtalálja Sülét a túloldalon. Süle már a 16-oson belül. Jó a csel, ellövi a kapus mellett, és 2-1. Ezt most szépen játszotta ki Süle Dóra, és Német. Süle Dóra kapta a labdát a 16-os előterében, megcsinálta a cselt, kellett hozzá egy kis szerencse is. Aztán Varga mellett jobb külsővel elgurította a labdát a kapuba, úgyhogy 2-1. Szerintem én kicsit fáradtnak éreztem a csapatot, nem tudtunk annyira odafigyelni, főleg még mindig a befejezésekkel van egy kis gondunk. Hát ezen muszáj változtatunk, de szerintem, hogyha nem vagyunk annyira fáradtak, akkor jobban oda tudunk figyelni. Második félidő, 30. perce, Pinci újabb beívelése, ismét egy fejes és ismét egy gól. Nem tud a Győr mit kezdeni ezekkel a beívelésekkel, ezzel 3-1-re vezet az MTK. Ismét egy jó fejes, Demeter Réka volt eredményes, a hátvéd sorból előre ment. Pinci keresi a hosszú indítást lehetőséget, meg is találta Mérit. És ott bizony szabálytalanság történt, és piros lap. Úgy ítélte meg a bíró, hogy utolsó emberként történt a szabálytalanság, és ebben azért van is igazság. Többen a labda mögött, például Szabó is, de nem ő lövi el. Nagy lövés volt, és nagy védés volt. Méri próbálja tovább tenni ott a labdát, aztán Krascsen is teszi tovább Nagynak. A túloldalon érkezik Méri, kapja is a labdát, és nagy védés. Hátul rendben legyünk, és onnan, amikor labdát szerzünk, abból próbáljunk meg pontosan befejezni támadásokat. Hála Istennek ezek sikerültek. Igaz, hogy pontrugások voltak, de én azt mondom, hogy kidolgoztunk még mellette helyzeteket, és azokat igaz, hogy nem értékesítettük, de megvoltak a lehetőségeink arra, hogy esetleg még magabiztosabb legyen a siker. Én úgy gondolom, hogy nagyon akartunk most is. Nem szóltak a lányok egy szót se. Nem rúgtuk be ismét azokat a helyzeteket, amiket be kellett volna rúgni, és hát 2 olyan elkerülhető gólt kaptunk, ami lényegében a padlóra tett bennünket, és már nem tudtunk felállni, pedig 2-1-0 volt a lehetőségünk, hiszen nagyon akartunk és nagyon nyomtunk, de ismét egy ilyen nagy kapushibából kaptunk egy gólt, és ebből már nem tudtak felállni a lányok. 3-1-re nyert ezzel az MTK, így 2 győzelemmel, 1 döntetlennel áll a bajnokságban, az Eto pedig elszenvedte első vereségét idén.